Az egész megyéből érkeztek tanárok a miniszterelnökség információs napjára, hogy aktuális információk birtokában tudjanak pályázni a határtalanul programra. A Bonyhádi Széchenyi István általános iskolából az elmúlt 7 évben több mint 300 diák jutott ki Erdélybe a program keretében, és 14 millió forintot nyertek erre a célra. A szervező azt mondja, mindig valamilyen tematika köré építik az utazásokat. Tavaly a történelmileg fontos helyszíneket látogatták végig Erdélyben, azelőtt pedig a magyar irodalom szempontjából jelentős helyszíneket vették sorra. 2012-ben, 7 évvel ezelőtt hallottunk erről a lehetőségről, hogy a határtalanul program keretében magyar lakta területekre vihetjük el a 6. évfolyamos diákjainkat. Mi éltünk a lehetőséggel, és azóta is minden évben a 7. gyerekekkel felkeressük Erdélyt. Úti célul Erdélyt választottunk, hiszen kiépítettünk kapcsolatot testvériskolákkal. A határtalanul program elindulása óta 9 év telt el. Ez idő alatt 300 ezer anyaországi diák látogatott el a határon túlra. Az államnak az a célja, hogy ez a szám tovább nőjön, ezért idén 5,6 milliárd forintot szánnak a programra. Továbbá kibővítették a pályázók körét. Mostantól ugyanis már középiskolások is pályázhatnak, továbbá megkönnyítették a pályázás feltételeit, és nem kötelező utazási irodát sem bevonni az út szervezésébe, mondja Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az a célunk, hogy minél több magyarországi diák tudjon egy határon túli régióba ellátogatni iskolai keretek között a kormány támogatásával, illetve az a célunk, hogy lehetőleg magyar diák úgy az iskolarendszert ne hagyja el, hogy ilyen keretek között ne látogatott volna el legalább egyszer egy határon túli magyar területre. A programra az iskolákon keresztül osztályok jelentkezhetnek a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT honlapján március 1-től. A pályázatokat április végéig lehet benyújtani.